80 ezer forintos nyugdíjprémium, amit már megkaptak a jogosultak, a minimálbér emelése, a családokat támogató intézkedések, a vidék látványos, gyors fejlődése, a fiatalok SZIA mentessége és a 13. havi nyugdíj. Csak néhány dolog, amit Magyarország kormánya az elmúlt években bevezetett, az emberek könnyebb boldogulása érdekében. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, 2022-ben is követni fogják ezt a tendenciát. Én azt gondolom, hogy az a családtámogatási rendszer, amit kialakítottunk, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok itthon tudjanak boldogulni, itthon tudjanak jövőt vállalni, családot tervezni, gyermekeket vállalni, és nagyon remélem azt, hogy a megyéből minél kevesebben mennek el a jobb élet reményében, és helyben itthon képzelik el a jövőjüket. Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős, tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az atomerőmű megépítése is a jövő generációit szolgálja majd. Olcsó energiát tudunk biztosítani, akkor a bérek emelkedhetnek, a fiataloknak meg kell tudni élni. Ez a garancia arra, hogy évente betelepülő közel 100 ipari vállalat, az ha tudja foglalkoztatni, és már ott az átlag az új üzemekben több mint 450 ezer forint az átlagbér, ez is egy jó tendencia. Ezt, ha mi a olcsó villamos energiával tudjuk biztosítani, akkor a fiataljaink itthon tudnak maradni. A politikus hozzátette, Magyarországnak előre kell mennie.